Jó estét kívánok! Keeper jelentkezik a következő videóval, ami nem lesz más, mint a várjatok ezt a beköszörést, ezt elcsesztük. Legyen inkább egy olyan, hogy Csácsúvi csörtészt a szavaztok, srácok! Nem, ez se jó. Hanem, hogy van? Mindenki tudja már. Csácsúvi csörtészt a csokoládé és traktorkerek, szavaztok gyerekek, Keeper jelentkezik a következő Spintajos videóval, ami nem más, mint Modolt Spintajos, és megpróbálunk tovább haladni ezen a csodahalatos éjszakán. Éjszakám, jó, nem hülyeskedek el, hanem komolyan veszük azok dolgokat. Egyébként Bundi haver írta, hogy ne nagyon gondoljak én olyan dologra, hogy minek nevezzük, sorompó barikád, ezen nem fogok tudni átmenni én olyan dologgal, hogy rönkökkel. Tehát akkor ez máshogy fog működni. Na! Viszont akkor ugye leszállítottuk innen a rönköket, és úgy gondolom, hogy akkor innen kellene, nem, ide kellene leszállítani, és melyik a legközelebbi pont ahhoz? Na, nézzük meg. Ez egy matchpoint, nehogy már ilyen messze legyen, hallod. Ez lesz az gyerekek. De akkor ezt ugye úgy kellene megoldani, hogy akkor itt lesutyanunk errefele. Igazából garást is lehetne szabadítani ugyanannyi. Figyeljetek, az is lenne, egy jó megoldás lenne, hogyha gyorsít felszabadítunk garást. És akkor oda tudjuk... Ja, igen, ez igazából az lenne a megoldás. Ugye két lehetőségünk van, most nagyon gyorsan megyünk végig. Ugye, hogyha innen a garázsból indulunk... fa hordó pótokkal. Ugye ide el kell kecselnünk, és akkor ugye itt meg kell rakodnunk, és ide el kell mennünk. De ha már egyszer ide elmegyünk, akkor ide mehetnénk garázs pontos dologgal is. És akkor az azért lenne jó, mert akkor itt felszabadítjuk, ide ugratjuk gyakorlatilag ugye a traktort, és akkor itt nem megyünk. Tehát akkor igazából ugyanúgy oda tudunk jutni. Szóval valószínűleg, hogy ezt fogom csinálni. Most én a garázsba szeretnék vissza ugratni. Ezzel. Ugye elvileg nem hangos, mert ezelőtt se volt hangos, és itt akkor tudunk is aludni egyet a garázsba. Sleep Night, végre van egy ilyen kapcsoló, ezt nem kell itt szórakozni, de ezt is szórakozni. Na, igen. Akkor még annyit kellene csinálni, hogy vannak ilyen, ezeket a short lock trailereket lehet, hogy hagyom a francba, mert ugye akkor garázspontot köllene szállítani. Nézzétek, milyen jó még a... Nem hiszem el, még a traktorba és az engine, ahogy elindult, ez látszódott, gyerekék, hát ez beszarás. Na, és akkor garázs trailer azt mondja, két garázs pontot szállít. És igazából azzal kellene... Azt mondjátok, kettő ilyen cirkuszos kocsit kell elhúznom ahhoz, hogy ez felszabaduljon. Na jó, van beze. Ez, tudjátok mi az a cirkuszos kocsi? Ez ilyen izé, ez ilyen vasúti kocsi, az aztán van baj vele. Halló, de moré, hát ez... Ma most nem mozdul. Indul meg. Ne szórakozzál, te. Sanyi. De várjál, ez nem az a bajám az egészen, hanem az, hogy ez beragadt a sárba, mint a szár. Ja, és akkor hol van a cirkuszos kocsim? Ne szórakozz! És komolyan... Igen, ez nem... baj van. Erre visszaállunk, és akkor ezt lekapcsoljuk. Hát gyerekek, hát itt már problémák vannak. Mivel az ugye valahogy úgy rakta le, van ilyen, hogy akkor... Beleszorult a sárba? Tényleg szedjük össze magunkat, mert így nem megyünk semmire. Úgyhogy le kell kérnünk még egyet, meg még egyet, ugye ezt csak kettőt szállít, tehát akkor gyakorlatilag kettőre bejárni cirkuszos kocsit kellene nekem vinni. Egy izgalmas dolog lesz, nem tudom egyáltalán megmozdít. Ja, oké. Jól van, oké, ez megmozdította. Hát gyerekek, ez... Komolyan mondom, meggyűjtek a romák. És ne haragudjanak, aki esetleg... Olyan származású lenne, nem akartam én rosszat csúnyát mondani, de hát... Gyűnek a cika. Gyűnek, váza, gyűnek. Jó van, oké, no problem, párja le. Tesbírem. Tudjátok egyébként, hogy mit mondanak? Ha nem a győzelem fontos, hanem a részvétel. Jól van. Mindjárt betudhatunk a következő izé. Cirkuszos kocsi, nem azt mondom, hogy más. Na, hogy é? Nem az a fajta vagyok. Na gyerekek! Csapjunk a lovak közé! Hát szóljon a Mario! Vagy mit tudom én. Gyerekek, nehogy már fix legyen a izéje. Nem hiszem el, hallod? Ez forgó zsámolyos akar lenni? Mert nem fordul a zsámoly.
Most halál komolyan. Le van hegezve, gyerekek, ben van hegezte, difivel van szerelve a verda. Jól van, örülök neki nagyon. Na. Azt mondja, hogy kettes kamera. Mindjárt rácsatlakozok, ezt figyeld, ezt akkor tud jönni a izé is, a család is. Pikpak. Pikpak gyerekek! Mik ezek a vanatkerekek gyerekek? Súlyzók vannak. Na jó, így. Gondolom nagyon fog ez menni. Sárba. Hát... jó van. Megpróbáljuk, ha miért ne figyeljetek. Szeressük a kihívást, mindjárt megjelölöm magamnak, hogy merre menni. Megjelölöm magamnak, merre kell menni, mert mi ne? Aztán akkor adjuk neki te! Hova kell menni? Garage! Az a, ezért, Love Western Garage! Oda megyünk! Veretjük! Na! Adjad neki, adjad! Húzzad már, more! Gyerekek, itt lesz baj. Komplett vasúti szerelvény, nem baj. Azt akartam mondani, megyünk egy belső nézetet, mert azt nagyon kedvelem. Hagyjál hangerőt. Tényleg belső nézetbe akartam menni, most ez halál kamaj. Itt lesz nekem az igazi. Jézus Isten, hátra sem merek nézni, srácok. Csapassuk. Ezt mindenképp meg kell csinálni, ezt a mapot. Arra gondoltam, akkor ezt még végig küldjük, mert miért ne. Aztán akkor ez a traktorral. Aztán utána akkor gyűvünk a következő mapra más járművekkel. Hát mit szóltok egy gyerekek? Jaj, te Jézus Mária, mi történik itt? Azért most nem az de nem rossz ez a traktor, nem? Visszük a pereputtyot, várjál. Egyes kamera. Kettes kamera. Látjátok, így lehet egyébként ugye, nem ezelőtti részben van szerintem, bőven magyaráztam róla, hogy ugye így működik ez a projekt. Hogy esetleg kettő darab portkocsit is tudsz húzatni, az a baj hármat már nem, mert már nem lehet összecsárlózni ezeket. Úgyhogy vannak ilyen problémák, de hát ez méne gyerekek, méne. Jó van, hát különben tényleg ezek ilyen izék, jó, bevallom, mert láttam én már ilyet a vila izébe, a valóságba. Még amikor régen volt az árdészet, állami árdészet, nem tudom egyáltalán van-e olyan most már, de szerintem nem az összes izét, az összes erdőt az Orbánnak meg a haverjai már felvásároltak szerintem. De egyébként igen, régen volt az állami árdészet, volt egy ismerősöm, aztán ott dolgozott. Úgy futott a izével 63-as nem tudom hányos tillel, mint a nyúl. Aztán döntötte a fákat. Na mindegy, az a lényeg, hogy egyszer voltam úgy kín, azt tudom, ilyen kocsikba volt, az ilyen melegedő. Komolyan, úgy le volt téve, és akkor úgy volt, hogy mit tudom, az erdészetnél, vagy erdőgazdálkodásnál, hogy nem három fát vágtak ki, hanem kim voltak, mit tudom én, egy helyen, két hétig azt ott akkor csinálták, hogy kivágták, akkor telepítettek, és akkor ilyen volt ott egy kocsi kihúzva, és akkor abban volt a melegedő, meg minden, érted? Mert ugye az valami kellett, hogy legyen. Nem tudom, ne az legyen mindig, hogy a tuskón eszed meg a reggelidet, érted? Nem, akkor ilyenbe. Jó, de annak azt mondom, hogy nem ilyen vasúti kocsi kereke volt, nem tudom ez mi ebbe a projektbe a poén. Kicsit lekotkoráltunk. Na, most nem. Őszintén, hát ilyen vasúti kocsi kerekekkel megáldott jószág, nem hiszem, hogy annyira volt. De ennek annyi a hizéje, a tapadási együtthatója, hogy ez öröm nézni. Na várjatok, hát hol vagyok már, more? Jó együttem, hallod, figyelj erre! Azt el lehetett volna erre is. Jó, nem gond. Keeper szereti a kihívást. Ez a Keeper, ki szereti a kihívást, azt tudjátok mi? Nem, ezt a Keeper nem szereti a kihívást, Keeper szereti szopatni magát, keményen. Ugyan. És nem, egyszerűen nem tud forrulni a traktor, gyerekek. Már kikapcsolom a diffit. Így is épp, hogy ó, hát ezt nagyon eltettük. Hopp! Hátsó kerék beakadt. Jó, van azért sikerül. A vasúti kocsikkal. Nyomtam egy diffit, aztán nyomunk egy plusz egyet. És itt megrugattuk, jó, és akkor visszarakjuk automatába, talán felkapcsolni egyet, jó, felkapcsolt. Na itt egy ilyen soromból, barátom, úristen.
Na remélem, hogy ez egy kátenger azért, he. Ja, hát. Bundi írta, hogy izébe nem enged át. Bundás komám egyébként, hogyha esetleg akartak még több spintvírest nézni, ő nagyon-nagyon tolja. Jobb oldalt a csatornámra rámentek, és akkor ott jobb oldalt vannak az ajánlott csatornák, ott van a Bundinak a spintvíres csatornája, meg mindenféle csatornája. Egyébként nagyon ügyes. Játékos egyébként, csapattuk is már multiplayer, nem tudom egyébként miért nem. Nem tudom, van-e kedve hozzá. Ha van kedved, akkor majd jelentkezz Bundi, azt esténként nyomhatnánk egy kis modell spintvírest. Jó, ezt a befejeztem, azt a spintvírezem ezt. Spintvírest. Hogy fucking amerikáson mondjuk. Csoki, ne beszélj spanyolul. Hát miért nem? Mert nem tudsz azért. Üvegtigris egy. Ebbe volt ez a duma. De ez nagyon... Egyébként ez ilyen emlegetett duma nálunk, hogy... ismerősi körökbe. Csoki, ne beszélj spanyolul. Mekkora sár van, gyerekek. Ezt persze nézetben meg kell sántani. Ez jaj, jó, imádom, amikor elkezd rugózni, így pattogni a gép. Meg aszfalton tud bepattogni. Nézzetek ilyen pullingot, amikor össze van két gép kötve. Van YouTube-on például egy ilyen Rába 300 Kirovec 700 VS, vagy Rába 300 VS Kirovec pulling, és az nagyon durva, amikor így elkezdenek bepattogni. Ding, 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 ding. Ugye, ahogy nem megrúg, az ugye nem marad egy helyben lenne a talajon, hanem akkor elkezd pattogni, mint a barom. Emlékszem, volt egy ilyen homlokrakodós bányagép a régi munkahelyemen. Tényleg egy ilyen... tudjátok, mi az a nagy homlokrakodós dög? Nem tudom, bulldozer, nem annak nevezik. Azt, ami a követ rakja. Ilyen homlokrakodós cucc. Ah, meg is érkeztünk, gyerekek. Nincsenek itt olyan nagy távolságok, csak úgy érzed. Na, olyannal szoktam csapatni. A délutános műszakban, amikor ráértem, unatkoztam, akkor mentem vele egy körtet, repem már méne. Na, kicsit bele vagyunk a mocsárba és útjámba. Na. És akkor azzal nyomtam pár kört néha. Abba szoktuk belerakni az ilyen faulladékat, és akkor beleöntöttük a kanalába. Volt egy ilyen, nem tudom, hány köbméteres kanala, szerintem egy ilyen 3-4-5 köbméter biztos. És akkor azzal kiszoktuk vinni hátra, és akkor kiöntöttük is. Volt egy ilyen nagy fa... Na, ez, hogyha elhúzod így, barátom, akkor te vagy a király. Hátsó az beledült a izébe. Sárba! A probléma szerintem, figyelj-e! Figyelj, így vagy úgy, de behúzzuk. Vagy nem. Az igen? Túriámos arat? És azzal szoktam itt csapatni néha. Hát akkora volt, hogy volt ott egy ilyen busz, amivel szoktunk közlekedni. A busz fölött volt bőven a kabinja. Hát hogyha ültem benne abba a gépbe, akkor a busz... az úgy volt alattam a busz teteje, hogy én a... Jaj, baj van. Nehogy majd fel kelljen azt állítani, hallod? Mindegy, lekapcsolok, mert úgyis mindenképpen jó lenne. Le is kell majd, ezt beviszem. Na, a lábam alatt volt még a busz teteje. És én még fölötte ültem ugye kabinba. Na, és akkor volt ez a nagy dög bányagép. És azzal, én szoktam így hülyeskedni, föl szoktam mászni a izére a fakap farakat tetejére. Hatalmas volt, gyerekek. Akkora kerege volt, mint nagyobb, mint egy rábas tejgernek. Meg nagyon durván nézett ki, nem is tudom, majd egyszer megkeresem, hogy mi volt az. És... na az volt az, amikor kiúzattad, ilyen hidrováltós volt, szóval csak mit tudom én, egy karra előre, hátra lehetett kellett löködni, és akkor úgy ment, nem kellett semmi kuplungolni, meg semmi extra. És akkor az volt, hogy na azzal volt, kiúzattad, és akkor nyomtál egy satut, és akkor nem csúszott, hanem akkor a nagy debil állatot elkezd így pattog a tüng, 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 tüng. Mondom, apám, ez nem kis pálya. Hát akkor volt a gép, egyszer kisiklott ott a telepen a vonat, és azzal vissza lehetett rakni. Fölemelte, hallod, így föl, a kanála így alált, és akkor megemelte azért a tehervagont. Hát ez nagyon nagy jó, gyerekek. Faintos volt, na. Ezt keresztbe megránsuk egy kicsit, az minden fasza. A rutin meg az élet, gyerekek, meg a rendszertelen nem élet, tudjátok. Attól van ez a...
lazaság, jaki pörreg. Nem tudom, kicsit be vagyok pörögve, ne haragudjatok a hülyeséget. Szépen berántjuk kicsit. Mit bazisz? Jó, hát nem állítom meg a videót, gyerekek, ne haragudjatok meg. Kis mi volt ez dologért? Hát remélem, hogy baromira mentett. Jó, te Isten! Innen láthatjátok a keepernek a játékait, ezeket szerezte, vette és kapta. Volt, amelyiket kaptam, igen. Joe! Mit csinál Joe? Nézzétek, Seven Days to Die azik állandóan. Fabicska is Seven Days to Die azik, Bundy meg nincsen online. Na, induljunk meg. Hát ez nem tudom, ne haragudjatok, nem lehet, hogy nem fogom megvágni. Vágni. Szívás volt. Bocsánatot kívánok. Nem tudom, remélem, hogy a... Nem olyan videó se akadt meg. Ó, de jó, hát ezt imádom azért is. Ebben a játékban, nem? Milyen izé, milyen... Na, ilyen mentési rendszer kéne minden játékban, nem? És izé kilép, akkor nem az van, hogy a franc egye meg, hol mentett, hanem... Csácsúj, nincsen semmi gond. Jó van, szuper. Ezt berántjuk, és akkor ugye itt megtankolunk, és akkor fel tudom rakni a... pautokat is. Nagyon kira. Jó, és akkor mehet, ugye? Meg is van tankolva, és akkor jöhet a... Shortlock trailer, egy darab. Le is akasztunk róla gyorsan. Az a durva, hogy még az ajtó is nyitva van, mindent vent egy gyerekek. Előbbre állok annyivel. Szerintem az elég is. És akkor shortlock trailer. És akkor egy V. És akkor mehetünk is. Jelölök magamnak egy útvonalat, ha nem gond, gyerekek. Aha, itt van valahol a lockstation. És akkor utána el kéne kecsenünk. Ide ugye. Utána én megcsinálom, ugye még kell szállítani talán kettő darabot ide, meg kettő darabot oda. Azt én megcsinálom majd gameplayen kívül. De igazából azért csináltam ezt, hogy mind a két. És ott az üzem vagyok egyébként. Hogy mind a kettő útvonalat ugye letudjuk ezzel a modolt géppel, traktorra, szeretek traktorral szállítani. Lehet, hogy sokan nem bírjátok, hogy ezzel csapatom. Nagyon szeressük. Hát, szépen be lehet venni neki különben a röttenetest. Ez valószínűleg erre kell mennem. Gyorsan megrakodunk. Pikpak. Ne haragudjatok a közjátékért, hogy itt hát elment a... Nem tudom, elvesztett a Steam-mel a kapcsolatot. Akkor gyakorlatilag offline módban ez nem akar működni. Én meg van olyan, hogy offline módban megy, nem? De mennyire függünk már az internettől, gyerekek, régebben, mikor nem tudom, emlékeztek-e rá, vagy hát mióta vagytok megszületve gyerekik. De régebben ugye az internet az nem volt egy olyan teljesen evidens dolog. Szóval nem jelentett az internet. Hát a programokat és a játékokat, azokat kétféleképpen tudtunk megszerezni. Emlékszem, amikor még nekem elkezdődött a számítógépes pályafutásom, akkor be kéne menni közben, értem, ott be tudunk, jó. Akkor úgy működött, hogy én mindig vettem a PC Gurut, meg a GameStar nevű magazinokat, abból a demókat, meg a különböző a teljes játékokat tudtam ugye megszerezni magamnak, meg irattam. Hát szégyen, nem szégyen, irattam magamnak számítógépes játékokat. Emlékszem, hogy ilyen Silent Hill, nem tudom hányadik része, meg ilyen Sims, nem tudom hányadik része, az ilyen 7-8 CD-nyi volt. Viszonyatosan sok. Ugye akkor még a DVD korszak még talán nem is létezett. És akkor sajnos ez volt. Az volt, gyerekék! Annyira jó a hangja ennek a
traktornak lehet egy kicsit... Csapjuk meg hangosabban. Nagyon bírom egyébként. Főleg belső életben, várjál már moré, megmutatom. Megmondom őszintén, nem a kontrollt akartam. Egy dolog nem tetszik ebbe a játékba. És ezt én hatalmas nagy újításnak tudnám felfogni, hogyha az lenne. És ez egy hatalmas, tényleg az egy jó feature lenne. Hogy ki lehetne szállni a traktorból. Nem akarom én, hogy legyen nekünk animált karakterünk, meg legyen bármilyen, lássuk mondjuk, ugye. Na várjátok, most nem egyenesen állok, kíváncsi vagyok, hogy... Mi mit csináltak? Ja. Hú, de jó, hogy simán feldobja bárha. Nem akarok tényleg semmi extrát, hanem csak annyit akarok, hogy legyen az, hogy ki tudjak szállni, és akkor, hogyha mondjuk én át akarok szállni egy másik járműbe, akkor az tényleg úgy működjön, hogy mit tudok, kiszállok, és akkor átfutok oda, vagy körülnézhessem, megnézhessem mondjuk azt a helyet, bemehessek az erdőbe, megnézhessem esetleg, hol tudok jobban elmenni, előre tudjak egy kicsit menni. Nem akarok tényleg gyalogolni nagy távolságokat, hanem tényleg az, hogy lehessen benne közlekedni gyalog. Na, azt nagyon élném, gyerekek. Ez viszont annyira tolja az elejét az a gép, hogy ez egyszerűen már kezd idegesítő lenni, de nem baj. Nyomunk egy lekapcsolást, mert... A másikat is be akarom oda rántani. Tényleg annyira... Nem hajlandó kanyarodni. Ki fogok próbálni még traktorokat, nagyon élem őket, úgyhogy azt arra lehet számítani. Ilyenkor kicsit lehet olyatám, hogy becsörlőzöd. Ó, hogy nem jó. Ó, te fiú, hát nem jó. Na majd hiába tolargatok be ezzel, alig akar fordulni. Halleluja, gyerekek, megtörtént az esemény, imádkozzatok és dicsőítsétek az urat. És itt egyébként itt sose értem, hogy itt a placon miért ilyen a... Mindig, de most direkt keresztbe csapom. Kíváncsi vagyok, hogy akkor is fog-e fölrakni, figyeld. Bundi, ezt megoldották? Mondjál már valamit, te nagyon vágod. Az megoldották, nem? Keresztbe osztalba föl tudom pakolni. Látok, kicsit rátolok. Kicsit rátolok. Egyébként tudja mindenki, hogy az én fater mivel foglalkozott? Ezekkel a projektekkel. Mivel különböző mezőgazdasági vontató egységeken volt, sofőr. Ez nagyon triad a sár. De itt nagyon rácsesztem, azt hiszem. Meg ez, hogy nem fordul, ez egy őrület. És ezt paraszt módon csinálom, de egyszerűen nem fordul el. Merre van a rulunk? Parasztmódon csináltam a dolgokat. És tudom, erre kell menni különben. Majd legközelebb rakunk fát is manuálisan. Biztos most arra gondolnak jó sokan, hogy hát kipörté, aztán nem rakod a fát manuálba. De most speciálba szóljon a nóta. Claudiának a disztérre. Lol. A videóban szereplő személyek, kitalált karakterek. Hogy szokták mondani ilyen filmekben, lol? Nem ám. Na, figyeljetek. Merre kell mennem? Hoha.
Itt szerintem erre kell balra, aztán itt levágjuk erre, jobbra balra, erre van, nem tudom, hogy merre, de itt meg elfogy az út, vagy micsoda. Az fasza lesz. Jó. Ide kell menni, azt sem tudom, hogy ott milyen felforgás van, de azért neki megyünk mind. Te út az anyjának. Jó? Ez kicsit rája kéne még csörlőznem, szerintem messze van. Az a baj, hogy feldől. Akkor ugye ez fel van dőlve. Várjátok, hol vagyok? Bárra kell, vagy merre kell? Bárra. Hát eskü nem látom, hol kell. Foggalmam sincs, mindegy, arra megyünk akkor. Ott van út egyáltalán? Itt végig a parton. Szóval arra kéne menni, de arra meg nuku út. Hát nem tudom, srácok. Imádkozzatok, hogy itt lesz egy balkanyer. Jó lenne begyorsulni. Appá, egy rettenetes nem vette be, hát nem volt semmi rendben. Hogyan vette volna be? Ugye vagy keeper? Na mindjárt egy kicsit megindulunk, ezt beteszem neki. A váltórudat. Hoppá! Ó, hát megint lekockodált. Pedig azt hittem, most beveszi. Indulj, jó. Fordulat számére, de hogy nem láttuk, szerintem nagyon nem volt meg a... Hát csúcson. De azért egy balkanyert jó lenne beverni, mert ez így nem lesz jó nekünk, nem arra megyünk, amerre kell. Na várjatok, akkor már szabadítsuk föl, nem? Ups, gyerekek. Nagyon killódunk ezzel a két potkocsival. Á. Várjatok, bauze, és mit szórakozok? Ugye visszajövök értük, meg felszabadítom, nem tudom merre kell menni. So sorry. Nézzük. Mi van itt, gyerekek? Mi van itt? Mi folyik itt gyöngyösen? Arra megyünk, amerre nem köllene, mi? Egyszerű az élet. Na vissza kell csapatni erre, gyerekek, az van. És ahol van egy balkanyar, azt egyből elmenni arra. Na jó, hogy megnéztük. Most itt nyomhatok egy izét. Mad Max-et. Ó, a Mad Max milyen jó volt, mi gyerekek. Még mindig írjátok, hogy legyen, pedig végig toltuk, lol. Várjátok, egy belső önedetes izét akarok, egy csatlakozást, ezt bírom. Ó, hát így különben annyira pontosan rá lehet állni. Igen. Te, most ez miért megy? Most ez mit csinál? Te ne táncolja a gyerek. Ez így külön mi a szar csinál? Jó. Gyerekek, adjunk neki. Próbáljunk egy izét, egy megfordulást. Az a baj, hogy ha arra fordulunk, akkor egy az, hogy a súlyt fölfel kell húzni, másik az, hogy elég borulékony lesz a téma. Meg még ráadásul nem lesz elég nagy az ív se, ahogy ezt tolja magát előre. Meg az a földhant az szétmehetne, ugye az nem is kő, hanem az egy földhant, de nem akar széttörni. Jó buli. Ne. Ne. És ez tényleg egy földhant, ha jól látom, nem kő. Úgy gyerekek, figyelj! Folyó, tó fel, megpróbáljunk? A gyerekek, beszívunk. Na most kínlódunk egy kissé. Jó, hát itt beálltunk, ugye ez a... Nem tudom, ez ilyen homokos, lápos talaj. Próbálok egyet arra, hát az a baj tényleg, hogy... Olyan hatalmas ívbe fordul ez a dög.
Mondjuk most kell neki fordulni, mert nem fog tudni húzni. Próbálok nyerni rajta, mennyit a rúd enged. Gyerekek, ez mélynek tekinteném, nem? Lehet, hogy mély. Gyerekek, baj van ám egyébként. Miért nincs Skip Knight? Nem gyerekek, átugrottam az éjszakát másik járműbe. Ami elég csalás stílusú, de hát ez van. Kicsi alvázmosás, azt mehetünk tovább. Jó, nyomtam egy megy rettenetősbe. Jó, itt elég nem olyan mély. Talán kijevickelünk, azt húzhatunk. Nyomjad neki! Ne, állj be, nehogy bálsd magad. Nem értem egyébként ezt a divizárat, össze-vissza járnak a kerekek, nem szabadna neki. És ott az a rohadt nagy kő, ó, te fiú, hát pedig jó lett volna. Most még bálsjuk magunkat. Nem jó ez a homokos talaj. Nagyon nem jó ez a homokos talaj, gyerekek. Nem jó ez, gyerekek, várjatok, állj! Figyeljetek, az a szerencsém, megmondom őszintén, hogy... elég jól felszabadítottunk egy-két dolgot. És az, azon filózok, hogy ezt... hogy tudom... Ja, jó. Elmegyünk menteni ezzel, mert van kedvem, gyerekek. Medium lock trailer tud... medium lock trailer tud húzni újabban a kirovec. Ne szórakozzatok, gyerekek. Hát akkor azt kellett volna nekünk. Vigyünk már egy medium lock trailert. Hopp! Bevagolt. Jó. Ez kell nekünk, gyerekek, hát ezt nem tudtam. Két médiummal meg lehet csinálni akkor a izét, a garázsokat. És ugye lekérem ezzel mondjuk, akkor ugye utána még utána tudom kötni a másiknak. Hát ezt ki kell próbálnom, hogy be tudom-e kötni. Kiventjük a dögöt. Megrakjuk a médiumokat. És akkor megpróbáljuk a izével a... azt itt lekapcsolom. Erre nagyon kíváncsi vagyok, gyerekek, sőt lehet, hogy meg is rakom a médiumot, kiúzom ide. Mennyit hoz a médium? 4-et? Ja, a kiló is gyötrődik rendesen azért. Mondjuk két médiumot nem valószínű, hogy el fog húzni az a forsít, nem? Arra gondoltam, hogy kihozok nekik két médiumot. Oda nézzetek, gyerekek, mi a szar van? Mi van? Hát kirovetsz, ne szórakozzál velem. Ez most valami viccet, szórakozol? Ne, nem hiszem el. Hé, ez nem szabad. Ez lehet, hogy előkészítem következő részre. Ez nekem nagyon bejövős most. Kicsi csörlődés kell, úgy látom. Kiroval, mi van veled? Ez a medium log, ez... annyira baromi nehéz, hogy mi van?
Te hát, mennyi már, vagy valami legyen veled, úristen. Gyerekek, ez nagyon szenved. Pedig ez most egy nagy challenge lenne nekem. Menj már ki. Hallod, ez mi van beled? És tök mindegy, hogy... lassan forgatom, vagy gyorsan. Ez meg van rettyelme rendesen. Hallod, ez nagyon... hát, ez ne, hát. Ez egy kirovet. Ne, ez olyan ciki. Végre megindultam. Valahogy fölfeküdt, vagy megakadt, vagy mi történhetett ezzel? Nem hiszem. Ne, már megint! Rakjunk valami jó láncos kereket, vagy valamit erre a dögre. Ezt nem akarom látni, hogy ez így elakad. Fiúk, ez nagyon nem jó. Nagyon necces. Még ezzel akartam én menteni, hallod? Unni megoldották, úgy látom a felpakolást. Gyerekek, ez a kiró, ez nagyon döglött. Ez nem volt az jobb, gyerekek, ez... Ne szórakozz velem. Hát ez nem megy két méter odébb. Ennyire nem lehet nehéz ez a cucc. Á, gyerekek, ez nem jó. Hát mindjárt jövök a menteni a izével, hallod. Másikkal. Kicsit megindulunk, aztán ki, lekapcsolok ám, de... most. És ennyi volt. Srácok, ne haragudjatok, de én most csalódást érzek. Csalódást érzek, mert egy gerovecnek nem így kell működnie. Viszont nagyon jó, hogy ott az üzemanyagtag mutatja, hogy mennyi van benne, de... nagyon nem jó, hogy ez nem megy ez a gép. És ne viccelj velem már, barátom. Ez egyszerűen nem... nagyon ne haragudjatok, de nagyon nem sikerült ezt visszaadni. Valami nagyon el van csezve a kirovetsze. Majd de nem akarok bemenni a fák közé. Ki kell szenvednünk innen. Forgózsámolyos plusz törzscsuklós. Nem kóser. Jó, gyerekek, ezt így nem tudom, ezt valahova lerakom. Mert kéne nyomni egy kanyart vele. És valószínűleg ebben a részben már nem fog meglenni ez így, hogy ilyen szenvedős. Nyomunk egy kanyart, beállítjuk itt izébe, irányba. Kirovetszel kiszabadítjuk azt a dögöt. És utána megpróbálunk fölkötni erre a döggel. És hogyha sikerül, akkor valószínűleg az egyiket le fogom cserélni erre a medium blogra. Várjátok, ezt ide, itt nekem tökéletes. Megyünk menteni. Nem vagyok boldog ettől a izétől, ettől a kirovetsztől. Vagy valahogy nem, nagyon nem sikerült ezt most így elkapnom ezt a szituációt, mármint ezeket a... ahogy nem jött össze semmi, de a kirovetsz ez mindenképpen sokkal jobb volt.
Hihetetlen szar volt ez, na. Mindjárt kikapom onnan, megnézzük, hogy mit tud ez. Ugye vontatással, te, nem vontatással, hanem ugye gyorsítással. Nézzük. Végre kapott itt is vontatáspontot, ez egy jó dolog. Beröpöntjük azt is. És akkor... Ó, de tudja Roger. Oké. Lehúzhatom azt a pótot. Kettes kamera, jó. Közelre. És akkor megpróbálunk egy olyat, hogy csatlakozok olyat, és akkor lehetne azt a pótot rákapcsolni bármire. Igaz, hogy nem kérheti le más traktor, mert az vágom. De esetleg... És egyébként miért nem megyünk? Az előző fuvaroknál nem volt annyira szerencsétlen. Lehet, hogy ez a partos, parton ez a viszapos, homokos dolog, ez betesz neki. Ott megint elakadt az a rohadt kerék. Meg ezek a kövek ám odani, ugorj már át rajt, ott az a hátsó kerék, nézzétek. Be van állva, te fiú, hallod? A végre. Hát ez egy örület. Akarnék neki egy retteltes dobni, ahogy jól sikerült. Nagyon szenvedős egyébként, a kirovec is nagyon szenvedős, minden itt. És ez valahogy mint hogy föl lenne az egész talaj, vagy nem tudom mi ez a szituáció. Majd csinálunk egy olyat, hogy ezt ide beállunk ez mögé. És le is kapcsolok. Ével. És akkor megpróbáljuk fölvenni a másikat. Na erre kíváncsi vagyok, hogy ezt meg tudja húzni. Mert akkor ezután így fogunk gondolkozni, hogy gyakorlatilag nem is tudom, 8 garázspontot, vagy 8 pontot is tudunk egyszerre szállítmányt szállítani. Szállítmányt szállítani, Keeper már megint a hülyeség. De hogy nem arra megy, amerre akarod, barátom? Figyelj, keresztbe tolja magát. Na, kíváncsi vagyok. Ha nem, akkor is ugye utána lehet kötni a másodiknak. Ezért jobban szeretném így. Ha nem. Nem szereti gyerekek ezt. Nem szereti így. Nem szereti. Viszont ugye a másodiknak szépen utána lehet csettinteni. Ugye, hogyha egyet húzol, és akkor második lesz a... Hát, de hogy ezt el tudja elvinni, azt nem tudom, de meg fogom bele próbálni. Skacik. Ja, de nem fogom tudni lerakatni, mi? Nem tudod... Nem jó, mert nem tudod lerakatni. Ugye nem tudsz ráfogni, csak akkor tudsz ugye lerakatni, ha rá tudsz fogni. Úgy hiába vonszolod el addig. Hát, de mondjuk az egy izé lenne, az egy érdekes dolog lenne, ha addig sikerülne. Úgyhogy lehet, hogy azt csinálom, hogy... Utána kötök, és akkor majd mit tudom, más járművel lerakatom. Érted? Csak az, hogy kíváncsi vagyok, hogy meg tudom-e oldani. Hát ez ez nagyon sok lenne ugye súlyba. Na jó, akkor rákötünk egy ilyet is még. Hát, adjál neki is annyi, ne szórakozzá. Ne arra ugyatok egyébként, hogy volt ez a közjáték, hogy ugye elszorta magát a Steam. Képes volt egy ilyenre. Ez a Keepernek meg az agya, majdnem megfeszíl. Na gyerekek, hát akkor adjuk neki kíváncsiságba, hogy persze rámentünk egy nagy rönkre. Gyerekek, hát no probléma, megy ez mind az ágyba szalás. Jó lesz ez, arra kell mennünk a következő részben, mert ez már nagyon elhúzódott.
Vagy pedig írjátok meg a videó végére, hogy szeretnétek-e azt, hogy ezt végigküzdjük, vagy pedig legyenek új gépek és új pálya. Akkor megcsinálom gameplay-en kívül. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csomi cső! Cső tiszta!